Az elmúlt napokban számos baleset volt Tolna megye útjain, azonban egy nap leforgása alatt kettő halálos kimenetelű volt, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Az első eset a 61-es út 3-as kilométer szelvényénél történt, ahogy a rendőrség képén is látható, az autó jelentősen megroncsolódott. Nagydorog irányából közlekedett egy 72 éves budapesti férfi személyautóval, amikor ismeretlen okból először letért az út jobb oldalára, majd balra kormányzott, és ekkor több táblának nekiütközött, felborult, és a körforgalmi úton fejtetőn állt meg. A balesetben a jobb első ülésen utazó hölgy olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A sofőr és a hátsó ülésen utazók pedig súlyosan megsérültek. Szintén tragédiával végződött, amikor a 63-as úton János Major főutcáján kis busszal közlekedett egy 65 éves szedresi férfi. Amikor is egy kocsisor előzésébe kezdett, majd a kormányt balra húzva frontálisan ütközött a vele szemből érkező szerb rendszámú és egy szerb fiatalember által vezetett kisáru szállítóval. A balesetben a Ford vezetője olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, a másik jármű vezetője az elsődleges orvosi információk szerint szintén súlyosan sérült. Továbbá ezen a napon két autó karambolózott a 6-os számú főúton, nem messze a siófoki elágazótól. Az ütközést követően mindkét jármű az árokba borult, a sofőrök súlyosan, az utasok pedig könnyebben sérültek.